Idén is megrendezték az egyre népszerűbb lecsófesztivált Kopácson. Az ötödik alkalommal megtartott és egyre népszerűbb gasztronómiai versenyen összesen 24 csapat szakácsa mérte össze főző tudományát, és elmondhatjuk, hogy nemzetközivé vált a rendezvény, hiszen a drávaszögieken és a szlavóniaiakon kívül magyarországi, vajdasági és felvidéki résztvevői is voltak a programnak. A szervezők ezzel egy olyan rendezvényt adtak a településnek, amely azon kívül, hogy kulináris látványosság lett, a falut és a környékbeli magyarságot is összehozza. Finom illatokat árasztva rotyogtak a bográcsok a Kopácsi Kultúrotthon udvarában, ahol ötödik alkalommal rendezett lecsófőző versenyt a helyi Arany János Kultúregyesület. Szerencsére nagy népszerűségnek örvendenek a főzőversenyek vidékünkön, és sokféle étel elkészítéséből rendeznek megmérettetést, de lecsófőző versenyt vidékünkön csak itt tartanak. A rendezvényen idén 24 csapat mérte össze tudományát. A Kultúregyesületünk úgy szerette volna, vagy úgy gondolta, hogy teret adjunk ennek az ágnak is egy kicsit, és fölemeljük a kopácsi paprikát, a kopácsi paradicsomot, és adjunk neki egy kis vigasságot. És azért gondoltunk a lecsóra, mert régi magyar hírnévű étel terén ez ötlött ugye az agyunkba. És a másik meg az, hogy össze szerettünk volna hozni a kopácsi embereket, hogy egy kicsit kikapcsolódni, egy kicsit felszabadulni a hétköznapoktól. Legyen egy olyan nap, ami a kopácsiaké, legyen egy olyan nap, amikor összejönnek és jól érzik magukat, úgyhogy ezt szerettük volna összehozni, és talán ez sikerült is most már az ötödik évadra visszanézve. Már az első években sem csak a helyiek vettek részt a programon, hanem más drávaszögi településekről is érkeztek vendégek. A helyieken és a környékbelieken kívül magyarországi, felvidéki és vajdasági résztvevői is voltak a rendezvénynek. A bácskertesi önkéntes tűzoltók is beneveztek a főzőversenyre. Barátságban vagyunk a Kopácsi Tűzoltósággal, és ők hívtak meg minket, hogy vegyünk részt ezen a lecsófőzőversenyen. Nálunk két fajta van, egyikben tesznek rizst, meg darált húst, a másik meg pont ugyanez, mint itt. Titok az a végén van, az eleje az teljesen ugyanaz mindenkinél, tehát megpirítsuk a hagymát, szalonnát, ezt pirítsuk, még üvegesen nem válik, utána tesszük bele a paprikát, a legvégén a paradicsomot, és utána megy a titkos, amit nem mondunk. Volt egy csapat, amely sokkal messzebbről érkezett a drávaszögbe. Ferenc Gyula és barátai a felvidéki Fülek-Sávolyról jöttek Kopácsra. Bár nagy a távolság, a versenyen kiderült, hogy a hagyományok és az értékek mégis közel állnak egymáshoz, a lecsót is hasonlóképpen készítik, mint mi. Nagyon szépen köszönöm a meghívást a kopácsiaknak, hogy sikerült ide eljutnunk. 2012-től vagyunk testvértelepülés Kopács és Fülek-Sávoly. Fülek-Sávoly, ez Szlovákia déli részén van, Losonci Jarashoz tartozunk. Mink is csináltunk egy kis lecsót, részt veszünk ebbe a lecsófőző versenyben. Nálunk a lecsó szerintem ugyanolyan receptúra, mint itt nálatok. Mindent beleteszünk, kell bele igaz-e hagyma, egy kis, hoztunk egy ilyen különleges dolgokat, azt nem árulom el nektek, titok legyen, kis meglepetés. Hát meglátjuk, hogy a zsűri majd hogy értékel minket, hogy finomat főztünk-e, vagy nem. A szakácsok a helyi termelők által felajánlott paprikát, paradicsomot és hagymát használták fel a lecsóhoz, a többi belevalót hozták magukkal. Volt, aki egyszerűen csak a kapott anyagot főzte össze némi fűszerezéssel, míg mások füstölt kolbásszal, szalonával vagy éppen csirkehússal gazdagították az augusztus egyik leggyakrabban főzött ételét. Idén először rendhagyó módon értékelte a zsűri az elkészült ételeket. Rendhagyó zsűrizésünk van eddig. A négy lecsófesztivál alatt a zsűri végigment a csapatok között, és úgy vizsgáltuk meg a bográcsokat, és azt, amit főztek a csapatok. Na most idén ugyanúgy vizsgáztatunk, mint a halpaprikás főző versenyeken, tehát nem tudjuk mi sem, hogy kik a csapatok, kik főztek, hanem beadják a mintákat, és úgy bíráljuk el láthatatlanban az eredményeket. Ebből van a rendhagyó vizsgáztatás. A főzés jó hangulatban zajlott, a versenyzők a szabad ég alatt fogyaszthatták el saját készítésű vacsorájukat.
A szervezők elérték a céljukat, mert egy olyan rendezvényt adtak a településnek, amely azon kívül, hogy gasztronómiai látványosság lett, egy kellemes délután biztosít mindenki számára.